Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. Feol Podcast. Mert ismerjük egymást. Csokai András az orvostudomány kiemelkedő alakja, sokak szerint egyike a mai élő legnagyobb magyaroknak, amolyan igazi példakép. Ismertségét a műtét alapozta meg, amelynek során orvoscsoport vezetőjeként sikerült szétválasztania egy szihámi kerpárt. Csokai határozottan vallja, hogy tehetetlen lett volna mély istenhit nélkül. A Feol Podcast vendége Csokai András, idegsebész. Főorvos úr, mi adta az apropóját a mai székesfehérvári látogatásának? Igen, Lajos barátom egy csodálatos emlékműhöz hívott le, ami a Helsinki olimpia emlékére készült, Melokkó Miklós alkotása, amikor 16 aranyérmet nyert a magyar csapat. A másik apropó, ugye tegnap előtt ünnepeltük a himnuszunknak a 200. évfordulóját, a himnuszunk keletkezésének a 200. évfordulóját, és a olimpiával a himnusz és a magyarság, ez három mélységesen összefüggő dolog, és valahogy mind a három a Jóistennek a erőterében zajlik. Pár gondolatot leírtam a Zsufa Tünde írónőtől engedélyt kérve, mert ő írta ezt le, de nagyon-nagyon jellemzi az elmondottakat. Tehát amikor a himnuszunkat halljuk egy olimpiai győzelemnél, az ugyanúgy belevésődik a lelkünkbe, mint amit egykor őseink érezhettek. Ugye Helsinkiben 16-szor csendült fel, ez nem csupán egy vers, egy dallam, ez mindennél több a magyar lélekből felszakadó imádságunk, az összetartozás egysége, remény a reménytelenségben, egy cseppnyi haza a hontalanságban, tisztelgés a hősök és ősök előtt, felelősségérzet a nemzetért, de mindenek előtt büszkeség a létünkért, a múltért, a megpróbáltatásokért, a helytállásért. Isten áld meg a magyart, ezeknek a szavaknak súlya van, értelme nem múlik, elpusztíthatatlan. És minden alkalommal, amikor egy ilyen csodálatos sportgyőzelem születik az olimpián, akkor ezt halljuk, és ezek az érzések jönnek föl az embernek a szívéből, és bizony olyanok zekték ezt az elmúlt évszázadokban, az utcákon, színházban, börtönök mélyén, síralomházban, temetőben, jeltelen sírok mellett, rádióban, tömeggyűléseken, és a sportcsarnokokban, és a sportversenyek után, templomokban, emigrációban, akik egy percig se gondoltak arra, hogy ők akár a történelem részei formálói lehetnek, pedig azok voltak, azokká váltak az olimpikonjaink, győzteseink. Sokat találkoztam én is velük, és bizony látta az ember őket sírni, elérzékenyülni, és ez mindnyájunk számára egy óriási erő, egy óriási példa. Az emberi élet célja azért az, hogy minél közelebb kerüljön Istenhez. Ez sokszor nem direktbe történik meg, hanem olyan utakon, amiben benne van a nemzet, a haza, és ezt a utat borzasztóan tudja szolgálni a sport, a sportversenyek, mert minden megnyilvánul bennünk a magyarságunk és a nemzetünknek a mélységes szeretete és tisztelete. Éppen ezeket a legszentebb érzéseinket támadják Európába. Miniszterelnök úr ünnepi beszéde is ugye nagyrészt erről szólt. Igen. Önnek mi a véleménye, hogyan lehet ellenállnunk? Jó úton vagyunk, vagy még jobban össze kell, hogy szorítsuk az öklünket? Az ellenállás útja az egyértelmű. Jézus jelenlétében minden sikerülni fog. Lehetetlen, hogy ne sikerüljön az ellenállás. Tudnillik Jézus a nemzetet szentségre emelte, avval, hogy megvallotta saját nemzetbe tartozását akkor, és ki is mondta, hogy az a nemzet, amely meghasonlik önmagával, elpusztul.
Kész. Ez le van írva az evangéliumba. Nem szabad meghasonlunk önmagunkkal, és a sportnak a csodálatos közösségi élménye, ami nem csak a játék során nyilvánul meg, hanem akkor, amikor egymásért drukkolunk, és a sport sikerekért drukkolunk jó értelembe véve sportszerűen, akkor bizony közelebb jutunk egy lépéssel vagy többel is a Jóistenhez, és ő nem hagyja, hogy mi elveszünk. Egyszer arról is beszélt egy nyilatkozatában, hogy Európa azzal, hogy elvesztette keresztény hitét, legalábbis legyünk jó szándékok részben, az immunrendszerét veszítette. Pontosan így van. Amikor az ember elveszti a Jézus hitet, az immunrendszerét veszti el, és az immunrendszer által nem tud ellenállni azoknak a démonoknak, amelyek rátelepszenek a rossz érzéseinkre, kísértésnek nevezzük őket, és aztán az ember elhajlik, rosszá válik, pedig az ember eredendően jónak van teremtve, de hát hajlik a rosszra. És ehhez kell ez a bizonyos lelki immunrendszer, ami csak a kereszténységből tudunk meríteni, mert önmagunkban is jóra vagyunk teremtve, de sajnos az ember egyedül elesik, hogyha nincs, ha nem kapaszkodik felfelé a Jóisten felé, meg nem kapaszkodik a családjába, és nem kapaszkodik a hazájába. És ez segíti a sport, ez segítik a olimpiai győzelmek. Tehát csodálatos volt abban a borzalmas rákosi időkben a magyarságnak, ez a 16 helsinki aranyérem, tényleg nem tudom, hogy ezt egyáltalán meg lehet-e valaha is ismételni, akkor ez nagyon kellett a magyar nemzetnek. A miniszterek elnöki beszédben volt egy gondolat, hogy a magyar sors olyan, mint a szív, hogy hol kitágul, hol összehúzódik. Most Orbán Viktor szerint az összehúzódás fázisában vagyunk, ezt hogy látja? Ez persze egy jó példa, de azért azt kell tudni, hogy van egy szabad akarat, és a sorsunkat mi irányítjuk. Tehát téphet minket a bal sors, de attól a vígesztendők mindig törvényszerűen jönnek, hogyha szabad akarattal kitartunk a bennünk élő názáreti Jézusban, aki nem csak bennünk él, hanem azáltal, hogy bennünk él, a nemzetünkben is él. Benne kell kitartani, és akkor ez mindenhöz megadja az erőt, és a félelem nélküliséget, és megadja, én nekem van egy ilyen irányultságom, hogy szerintem a magyarság azért tudott túlélni, mert képes volt az ellenség szeretetre, nem a bugyuta ellenség szeretetre, szóval nem az ostobaságra gondolok, de képes volt a megbocsájtásra, ellenség szeretetre, és ez a kereszténységnek a legnagyobb tűzpróbája, ami nagypénteken átmegy Jézus, és nem száll le a keresztről, hanem nem veri szét ott a farizeusokat, meg akik megfeszítették, hanem belemegy, bízik a mennyei atyába, és jön a feltámadás. És hogyha ezt megtartjuk, ezt a hozzáállást, mi magyar emberek, mindig fel fogunk támadni. Igen, hiszen minden vád ellenére befogadó voltunk, és azok is vagyunk elég az ukrajnai háború. Igen, és itt vagyunk ebbe a hatalmas nagy szláv-germán, nem tudom milyen tengerbe, teljesen egyedülálló nyelvezettel. Tehát valóban minden, azt szoktam mondani, hogy most már Isten nem választ népet, mert annak idején kiválasztotta a zsidóságot, amíg el nem jön a megváltó a földre. Most már a nép választja az Istent, és minden nép választhatja. Hál' Istennek a magyarság azért előbb-utóbb kiharcolja, hogy mindig válaszza a názáreti Jézust iránymutatónak. Egy barátom fiát operálták, és ő beszélt nekem arról, hogy arra kellett rájönnie, hogy ő nem lehet ott a műtőasztal mellett, Jézus azonban igen. Így van. Ezt én is éreztem. Például a Siamese rex szétválasztásánál ott éreztem legjobban, de érzem máskor is, nehéz műtéteknél az embernek
Ugyanúgy, ahogy egy versenyző is biztos, hogy magába kéri az Úr Jézusnak a segítségét, amikor egy nagy stressz helyzet van, és nem szabad, hogy eljussunk a distresszig. A jó értelembe vett stressz az segít a gondolkodást, a kreativitást, a distressz az viszont blokkol mindent idegrendszeri szinten is, ezt ki is mutatták a nagy kutatók. Nagyon sok szakmában úgy van, hogyha valaki felvállalja kereszténységét, egyáltalán hitét, támadásnak teszi ki magát, ezt ön is tapasztalta, érzékelte? Hogyne, persze, hogy érzékeli az ember, és a sportszakmában is ez érzékelhető. Emlékszem, amikor Nagy Tíme a olimpiai bajnokságot nyert, szépen megvallotta hitét, és máskor is vannak nagy sportoló egyéniségek. Puskás is megvallotta különben a hitét, de már egész fiatalon is meg lehet vallani. Most például van ez a fiatal fiú, ez a Berei Pepe, aki 18 éves, és saját maga ki termelte hitével önmagából, hogy a műkorcsolya kürjeit, a nemzetközi műkorcsolya kürjeit, azt a Passió filmnek a zenéjére futja, és egy olyan jelmezbe a Krisztus sebei vannak a fehér ingen rajta. Hát ez egy hatalmas nagy erő kell hozzá, hát ütik, vágják, ugye nagyon nehéz az útja, és bizony például a műkorcsolyában vannak ilyen problémák, hogy honosítanak nem magyar ajkú versenyzőket, akik mondjuk a bajnokságon fölállnak a dobogóra, orosz versenyzők, hallgatják a magyar himnusz, de hát nem az övék. Szóval ez nem kell. Szóval ennyire azért nem kell a magyarságnak a siker, tehát saját nemzet fiunkkal kell megnyerni a versenyeket. Szóval ez is egy fontos dolog. Igen. A hite vagy a szakmai kihívás vezette az afrikai missziók útjára? Engem? Igen. A Medjugorjéba voltam, ott tartottam egy tanúságtételt a kisfiam halálával kapcsolatban, hogy segített az Úr Jézus ebben, hogy ezt úgy túlélje az ember. És utána ott találkoztam egy nigériai atyával, a Francis Chiavával, és mondta, hogy ez neki nagyon tetszett, és imádkoztunk együtt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szűz anya sugallatára indult el a nigériai misszió. Most már 9. alkalommal voltam novemberben. Hát nagyon nehéz körülmények között dolgozunk, de a Jóisten mindig valahogy úrrá lesz a helyzeten, és megsegít minket a műtét során. Valóban igazi nagy sportteljesítmény is ott a 40 fokban helytállni a nehéz körülmények között. A műtétről beszélt, szokott imádkozni műtét közben? Szüntelenül. Én, ahogy mondtam, a kisfiam halála esete kapcsán tanultam meg a Jézus imát, és a Jézus ima az egy olyan csodálatos dolog, nagyon egyszerűvé redukálódik az imádság. Még én már kilégzésre mondott, hogy Jézus, belégzésre Krisztus, és ezzel eljutsz egy olyan lelki mélységbe, hogyha nem is tisztán, de homályosan meghallod Krisztus hangját, aki az igazság, és nem csak hitigazságokat mond, hanem a tudománynak is a birtokosa, hiszen a tudományt nem az ember teremtette, hanem az Isten, az ember közre működik abba, hogy a tudományból legyen valami. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a C-vitamin megvolt Szent Györgyi előtt is. Szent Györgyi megismerte és közreadta valahogy így van. És bizony, ez nagyon fontos, hogy amikor nehéz helyzetben vagyunk, legyen az egy műtét, vagy akármilyen más, akár egy sportteljesítmény elérése kapcsán, akkor kellenek a kreatív ötletek, és azok onnan a mélyből jönnek föl. Úgyhogy én szerintem biztos, hogy a Jézus ima az adott esetben ezeknél a nagy koncentrációjú sportoknál biztos, hogy nagyon fontos. A többinél meg mondjuk adott esetben erőt ad, ahol a monotónia tűrést kell elviselni. Szóval, hát igen, imádságba kell élnünk. Régen volt egy mondás, hogy a kommunizmus elvette az emberektől Istent, és nem adott a helyébe semmit. Hát nem tudott, igen. A liberalizmus tud valamit adni? Meg kell, hogy mondjam, úgy egytőről erednek
a kommunizmus és a liberalizmus. Az a lényeg, hogy a liberalizmusnál azt, a liberalizmus azt mondja, hogy minden ember Isten, minden ember meg tudja oldani saját maga csak a problémáit. Nem kell hozzá Isten, mert az ember az Isten. A kommunizmus meg a nácizmus abban különbözik, hogy azt mondják, hogy van egy pár kiválasztott, és az mondja meg a többinek az igazságot. Hát mind a kettő rettenetes tévútra vezet, mind a kettő beletorkolik a panteizmusba, ami igazi ellensége tulajdonképpen a kereszténységnek, mert a világot dicsőíti, a világot teszi Istenné, így az embert teszi Istenné, és bizony ez egy óriási nagy tévedés, látjuk, hogy micsoda végzetes helyzetekhez vezetnek. Itt van például a nyakunkon a szörnyű ukrán háború, ott is ugye azt hiszik emberek, hogy őnekik joguk van, hogy a másikat megöljék háború formájában. Előadásai során hogy tapasztalja fogékony a hallgatósága, főleg ugye a fiatalokra gondolok, ezekre a gondolatokra? A fiataloknak, meg a talán idősebbeknek is, de nagyon sokszor járok gimnáziumokba, de ott mindig példával. A fiatalok logikusan gondolkodnak, ha te tudsz példát vinni, és mondjuk logikai úton bizonyítani azt, hogy igen, benned ott van a názáreti Jézus, bennem is nézd meg itt, hogy segített. Mi voltam előtte, és mi lett utána. Mit nem tudtam előtte, mit nem tudtam utána. Tehát a fiatalok szerintem sokkal könnyebben rosszul a meggyőzés, de a fiatalokat még meg lehet győzni, felnőtteket nem lehet meggyőzni, csak elgondolkodtatni lehet, és ilyen szempontból a fiatal, bennük van a reményünk, mert a fiatalok még könnyen elfogadják a logikus érvelést. Ugye, mert az egész evangélium Jézusnak a születése, majd a kereszthalála, majd a feltámadás, az történelmi tény. Én nem is tudom, hogy mit nem lehet ezen elhinni. Miért hisszük el azt, hogy volt, valaha élt, mit tudom én, Platón, vagy az ókori Rómának a nagyjai, vagy akár Nagy Sándor, vagy akár Petőfi Sándor. Miért hisszük el, hogy élt? Hát miért történelmi tény? Azért, mert látták, leírták, hallották, továbbadták. Hát ugyanígy terjed az evangélium, és abban bizony ott van az a feltámadás is, az ott van a Krisztusnak a születése, az egész megváltói történet. Hát miért nem lehet azt elhinni? Egy fiatal könnyebben elfogadja ezt a kétszer-kettő valóságát, mint adott esetben egy felnőtt, aki már sok méreggel van átitatva. Sátán nem akarja, hogy higgyünk. Akkor ön is úgy gondolja, hogy most összehúzódott a szív, de aztán kitágul ez a magyar szív. Jó. Jó, de nem, én nem, az az igazság, hogy én állandóan kitágulva akarok lenni. De vannak olyan terminusok, amikor nehezebb, de akiben fölismeri a benne élő Krisztust, annak mindig tág a szíve. Lehet, hogy ezt a miniszterelnök ugye a gazdasági viszonyokra, körülményeinkre értette. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, Isten áldja. Az élők között az egyik legnagyobb magyarnak tartott Csókai András idegsebész volt a FEOL Podcast vendége. Köszönjük figyelmüket! Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. FEOL Podcast. Mert ismerjük egymást.